Hölgyeim és uraim, a Gőbölyös Tánc Együttes szeretném önöknek bemutatni a jelenleg Körkaré Bucemihályi Hagyományőrző Műhely nevét viselő egyesület helyi kezdeményezése jött létre alulról építkező civilek által a múltat és a meglévő értékeket továbbvivő szellemiségben. 2013-ban átalakult a helyi néptánc egyesület hagyományőrző műhelyé, melynek az új név mellett új funkciói, céljai lettek, és a jövőben közhasznú szervezetként kívántak működni. Az egyesület alapmagja 1991-re vezethető vissza az általános iskolába, a szakmai és szervezési tapasztalatok a felnövekvő ifjúsági generációt 2010-ben egy egyesület megalapítására ösztönözte. Az egyesület magas színvonalú munkáját igazolja, hogy a fiatalok között van több szakmai minősítést is elnyert, és aranysarkantyús népművészet ifjú mestere. Programjaik között szerepel az UNESCO által szellemi örökség listára vett táncházmódszer művelése és továbbadása, a hagyományőrzés és természetközpontú életre nevelés és annak művelésének széles palettája. Az egyesület lehetőséget biztosít nyári táborokon való részvételre, szék, választott, palotaszeg, gimes, hagyományőrző kirándulásokra, Síksomlyóra például, és vendégül látja, illetve részt vesznek azok rendezvényeink, közösségi eseményein, a környező városok hasonló érdeklődési csoportjait, így például Nyíregyházát, Hajdunánást, Hajdúböszörményt és Bodrogkeresztúrt, és a helyi családokkal együtt töltik a nevesebb ünnepnapokat. A rendszeres városi rendezvényeken szélesebb körben tudják a kikapcsolódást, a felfrissülést, a természetes kommunikáció színterét biztosítani. A csapat egyedisége, hogy a felnövő generációk együtt táncolnak, élnek meg ünnepi közösségi eredményeket, a legkisebb 3-6 éves korosztálytól a legnagyobbokon át a felnőtt korosztályig. Ezáltal az összetartozás, nemzeti identitás, felelősségvállalás és hagyományozódás mintáinak átadását végzik. Mai műsoruk székelyföldi és kalotaszegi táncok. Fogadják őket szeretettel!